Az lehet, hogy nem ölnénk meg őket. Bebeszélhetjük magunkat. Csak én jobban forgatom a kardot, mint a nyelvem. Higgyék azt, hogy velük vagyunk, és hogyha esetleg ők tudják az utat, akkor eljuttathatnak minket egy darabig, aztán majd ott esetleg talán engedhetjük a kezüket. Addig folyosokat bebocsátkozni dolgokba, amíg úgysem szükséges. Mindezt azért kellő távolságra beszéljük tőlük, ugye? Ja, nem látnak, nem hallanak minket. Okay. Ott, ahol leszálltunk a szekérről, gondolom. Nem, azért nagyjából egy ilyen 100 méterre vagytok még tőlük, tehát látjátok őket, de ők nem látnak benneteket. Jó, bocsánat, közben még egy technikai jellegű kérdés, én felírtam magamnak a katana használatot a Might-hoz. Azt gondolom Might-ból forgatom a kardot, nem Speed-ből. Úgy van, hogy támadásnál, közelharci támadásnál választhatsz, hogy melyikből csinálod. Akkor átírom a Speed-hez, ha már oda van egy kettes edge-em. Annyi, hogy a crash-t az fixen Might-ból kell. Tehát az azt igen, azt tudom. Járás. De arra is számít az edge. Az igen, kipom a macskát. Ja. Oké. Okay. Bocsánat, köszönöm. Ott lógott egy macska. És a szintlépéssel az effortunk az nem változott, ugyanúgy egy nehézségnyit tudunk csak könnyíteni a dolgon. Na itt vagyok, bocsi. Ezzel a módszerrel nem változott. Jó. Szóval. Ott álltok. Az oci elsuhan. Halljátok, hogy halkan, mint hogyha egy dünnyögne magának valami kis mondókát, vagy éneket, vagy nem tudom. Elkezdtek tanakodni arról, hogy akkor mi legyen. Mi ez a mondóka? Nem hallott, csak valamit dünnyög magának. Szerencsére, mivel én úgy látom, hogy mindannyian borzasztó nagy zsákokkal vagyunk, én legalábbis hátizsákkal közlekedek. Én annyira nem benne nekem a gyors mozgása célom. Hát rajtam egy táska van, de nem olyan nagy. Akkor egyelőre csak az igényeket vesszük fel. Melyik menüt kérik, aztán úgyis a szurkálást kapják. A kebabot. Jó, rendben. Én a beszédet azt rátok hagyom. Az nekem semmi. Megoldjuk. Ránézek már egy íróra. Kínai kifőz, de leszünk és vissza hókra. A kultúrám a japánoktól ered, nem a kínaiaktól. Jó. Szerintem akkor lassan odalépünk most már. Jó, csak így oda sétáltok. Mielőtt odalépünk, azért arra jó lenne körbenézni, hogy amúgy csak ez a kettő jó madár van itt? Vagy így várakoznak esetleg a bozótban? Ja, tényleg látunk-e izét, tábortűznek a füstjét ott a kicsit arrébb, meg ilyenek. Világos van, nem? Igen, attól még süthetnek. Úgy kezdtem el, hogy felkelt a nap. Igen. De attól még, ha meg tudnak sütni maguknak bármit, ahhoz kell tűz. Kivéve, hogy hol valami mágikus device-uk. Jó, oké, rendítsek. Nem fog eszembe jutni. Hogy van a három érték? Van a Might, a Speed és a... Intellect. Intellect, igen. Intellect dobásokat szeretnék kérni. Jó. A nehézség mennyi? Nehézség 9-es. 9-es célszám, vagy 9x3? Célszámot mondok. Úgy egyszerű. Jó. Az a képzettség, hogy a veszély felmérése az illik erre? Mm-hmm. Nagyon jó. Nekem 13. 16. Én meg nem dobtam, már nem dobtam. 17. Jó. A kettő kollega, akik állnak a bejáratnál, tőlük nem messze, odébb,
nem azon az oldalon, ti vagytok, másik oldalon a bejáratnak, egy ilyen 10-15 méterrel odébb, ott van egy sátor, és lehet látni, hogy valaki ott ül előtte, farigcsál valamit egy késsel, és egy tábortűz mellett ül, ami még így épp, hogy csak pislák van. Ez a két jó ondár megnyerte a főnyereményt, én úgy érzem. Hárman táborozhatnak kint az ajtó előtt. Én egy fél lépéssel lépésedre maradok a többiekhez képest. Próbálok úgy olyan pozitúrában megállni, hogy az látszódjon, hogy ők intézik a kaját, én meg védem őket az úton. Jó. És akkor így oda sétáltak a kettő emberhez az ajtónál. Hát... Igen, én oda sétálok, mintha... Van rajtunk bármi címer, vagy ami arra enged következtetni, hogy honnan jöttünk? Nem. Jó. Maga mehetünk. Nekem bekékül a hajam. Ahogy oda megyünk. Oké. Közelebb sétáltok, ahogyan kiléptek így a fák árnyékából a tisztásra, lehet látni, hogy a kettő fegyveres az így összenéz. És kicsit gyanakvóan pillanatlanak oda. Az egyik az oda is kiált, hogy kik vagytok? Jó reggelt, barátaim! Mi vagyunk az Ill és barátai Catering társaság. A nagyuratok megbízásából jöttünk felvenni a megrendeléseiteket az ellátmányra, hogy melyik menüt szeretnétek, és estére le is szállítjuk nektek. Majd nagyon gyors beszéddel, ugyanazzal a változatlan tempóval megyek közelebb. Deception. Szeretném nagyon abban járni. Segíthetek neki? Hogy szeretnél segíteni? Hát két a hajam, ez a pozitivitás színe, egy, kettő pedig nagyon-nagyon szépen és kedvesen mosolygok, mint egy ártatlan hölgy a balján. Két kérdésem van. Az első, hogy ez egy intellekt dobás-e, a másik pedig az, hogy mekkora nehézségre. Intellekt, igen, az addig rendben van, és 15-ös célszámra. Jó. Képzett vagyok Lies and Trickery-ben, az 12. Szeretnék effortot költeni. Akkor 9. Akkor 9. Na. Segítettél. 18. Jó. Két őrszem összenéz. Mi van mára? Ó, hát mára a legjobb menüket tudjuk szolgálni. Például ott van a borjúnyárs, a szárított tonhal, azt hiszem. Van kása, ne kérdezzék miből. De van egy másik fajta kása is. Azt is kérdezhetik miből, de nem fogok rá válaszolni. Államtitok. Ó, jó, édes istenek, óvjanak minket. Pedro, a kedvenced van ma! És így látjátok, hogy az egyik fának az árnyékából a gatyáját éppen felhúzó 2,5 méter magas hústorony jön elő. Egy szerintetek buzogánynak hívja, de inkább tűnik egy ilyen elhagyott fatörzsnek, amit így cígöl magával. Melyik? És így ezzel így jön felétek. Hát azt mi nem tudjuk, hogy melyik, azt a haverja mondta, hogy a kedvence. Persze, haverja válaszol is neki, hogy borjúnyárs, hogy mi a tököm, vagy mi az borjúkebab, igen. Az, kebab, na! Szavag, furcsa szavag. Igen. És így oda sétál hozzátok. De ilyen 3 méter, és így közeledik. És nagyjából ilyen fél méteres távolságban ér, amikor elkezdtek érezni, hogy
rohadt büdös. Hmm. Szóval előbb veszek papírt, meg írószerfámot a testemben. De jön közelebb ettől függetlenül. Attól, hogy még előveszek, nagyon-nagyon tehát, hogy, erőködve, hogy... Tehát, hogy úgy vedd a dolgot, hogy odalép eléd, és nagyjából így ennyire az arcodtól így megáll, és elkezd megszagolni. Én hátrébb állok, állok Hope mögé. Egész jó életed van. Köszönöm szépen. Mi? Őt nem esszük meg. Kettő szinte teljesen egyszerre. Nem. Ül. Félre cammog. Írjak fel a kollégának kétszeres adagot, úgy látom belefér. Három, rendben. Papírt leveszek. A többi az tök mindegy, csak bármi, amit meg lehet enni, mert kicsit már éhesek vagyunk. Hozhatunk még valamit valakinek? Nem szükséges. Egy kancsóból. Az nem van, ne lesz. Plusz, nem tudom, tudnak valamit arról, hogy mikor hajlandóak végre kijönni? Erről mindent nem tájékoztak. Jaj, oké. Más nem lesz, köszönjük. Nem szóltak, hogy jönnek, az de... Az Arturum bocs. Igen, tehát így a ajtóra mutatott. Ki a bent levőkre is készüljünk esetleg, hogy hozzunk nekik is valamit, vagy nem számítanak arra, hogy kijönnek? Amennyi kaját vittük be magukba, szerintem azok be is költözhetnek annyiból. Jó. Akkor nem sokára visszatérünk. Jó lesz. Éhesek vagyunk. Ugye? Igen! Igen. Ham, kicsembe. Ham. Menjünk, Hók! Jó, igen, jobb is, ha továbbállunk. És így nagy szemeket mereztek Morihiro-ra. Én követtem őket, és így láthatóak ott maradok a hátuk mögött, hogy mint hogyha hallgatnék az utasításaikra. De hogyha látom ezeket a nagy szemedet, akkor egy kicsit így visszabiccentek egy ilyen... Átérzem, ez így mi van? Ez egy WTF moment az egész. Jó, nem tudom. Biztos, akkor gondolom a fák közé. Uh-huh. Nagyjából ilyen halló... Az tervem az volt, hogy ilyenkor ütünk rajtok, de tűnik nem vettük gyorsan, de... én ott vagyok, nekem a kezem az fegyver közelben van bármikor, én gyors vagyok, tudod? Ugye mi küzdöttünk már együtt korábban, úgyhogy nekünk most van arra, igen, hogy valamit együtt csinálunk. Ha most rajtunk küzdök, akkor rajtunk ütünk. Szerintem okosabb dolog lenne őket külön-külön szétszedni. Az a baj, hogy a szituban nincs lehetőségünk megbeszélni. Tehát, hogy... Igen, ezért vagyok úgy vele, hogy szerintem félre sétáltok. Igen, az összenézünk, jó, majd legközelebb felmértük a terepet. Jó. És akkor ott történik ez a beszélgetés, már úgy ott on the spot eléggé nehéz lett volna. De hallgatom az ötleteket, nagyon kíváncsi vagyok. Hát... Milyen magas ez az épített fal plusz ilyesmi? Tehát, hogy ennek van egy felső pereme valahol valószínűleg? Van ennek egy felső pereme, ezt úgy képzeld el, mint hogyha egy ilyen kitüremkedő oldalsó ék alakú valami lenne falnak az oldalába, és láttál rajta egy ilyen világító, vörös színű, mint egy gomb lenne. Egy ilyen jó 5-6 méter magasságban. Maga az ajtó, az nagyjából ilyen 15-20 méter. Uh-huh. Hát valahogy be kéne jutnunk. Tehát, mivel most azt meséltük be nekik, hogy mi most visszavagyunk a városba és hozunk nekik kaját, ez nem egy olyan fedő sztori, amivel be tudnánk sétálni, vagy amivel beengednének.
Úgyhogy jobb hiány szerintem nem maradt más, mint hogy eltenni őket lábalól. Vissza tudom menni valami olyan indokkal, hogy bocsi srácok, kiderült, hogy elfogyott a birkanyás, vagy akármi, és közelükbe kerülni, és amikor nem számítanak rá, akkor szépen hátja! Vagy? Ütő eren vágni őket. Vagy várhatunk estig, és sötétben ütni rajtok. Nem olyanoknak tűnnek, mint akik azonnal várják az erősítést. Mondjuk ez is igaz. Jó. Hát inkább bentről várják. Én úgy láttam. Igen, valószínűleg ott benne is hasonló balekok vannak, mint mi. Jó, akkor ebben az esetben most egész nem csinálom semmit, hanem csak itt várom. Lehet be se kéne menni, meg kéne várni, míg ők kijönnek, hát ha megszerzik és elvenni tőlük. Amilyen sokan belehaltak eddig, szerintem öngyilkos küldetés az egész, és mi is bele fogunk halni, ők sem fognak kijönni, szóval nem lenne egyszerűbb így elmenni balra, és így vissza sem térni a hadurak területére? Amúgy. Én már gondolkodtam ezen egyszer, a probléma az, hogy nem nagyon tudok helyekről, amik így vannak a hador területeink kívül. Az a baj, hogy én se. Ebben az irányban a tudásom az eléggé ézagos. Én visszanéznék, hogy mit csinálnak ott állnak, még az ajtónál amúgy. Ott posztol a kettő, a nagy darab az a facsemetét nézegeti, és mellette a másik az meg olvas valamit. Uh-huh. Egyébként, ha úgy döntünk, akkor van nálam kunáj is. Csit, attól tartok, hogy a nagy darabra jutatok rá a kunájra, meg a pici szemszeriamra. Ez kevés lesz. Igen. Szóval... A nagy darabhoz be kéne kerülni valakinek mögé. Valamikor biztos alszanak. Legalább az egyik. Hát ha nem is mindegyik, de legalább a háromból valószínűleg kettő együtt egyszerre alszik. Bár ugye az elmúlt napokban olyan máikus csoda dolgokat láttunk, hogy az sem kizárt, hogyha ezek nem alszanak. Vagy pont, hogyha valamivel védve vannak éjszaka. De megvárhatjuk, megnézhetjük, az talán a legtöbb esélyünk, hogy úgyis alszanak, és akkor nem tudnak mit csinálni ellenünk. Nem táplálok az ügyben illúziót, hogy mindenki aludna egy pillanatig, de ha nincs mindegyik ébren, akkor már annyival bejebb vagyunk. Ja, úgyis mire fölébred, fölkapja a fegyvert, akkor van legalább egy pár másodperc előnyünk. Vagy például milyen jó lenne, ha valaki még azelőtt közel tudna vinni minket, mielőtt bármelyikük felébredne, és így nézek rá Sunnyra. Azon gondolkoztam, hogy nem lenne elég, ha csak elterelnénk a figyelmüket, és bemennénk az ajtón, ha csak nincs zárva. Van egy olyan impresszióm, hogy az ajtónak a kinyitásához valakinek meg kell nyomnia azt, és mutatok rá az óriási gombra 6 méter magasan. Jó, ami magasan van, az nem probléma. Ezt tudod jól, Hulk, hogy nekem az nem probléma. Nagyon jól tudom. Kérdés az, hogy mennyi ideig tart, még ez kinyílik. Uh-huh. Láttam már maguktól nyíló ajtókat, de azok nem voltak nagyon villámsebességűek. Mi lenne, ha felgyújtanánk a sátrukat? Hát, ha úgy gyújtjuk föl, hogy benne vannak, akkor lehet eredménye és haszna, de ha úgy gyújtjuk föl, hogy nincsenek benne, akkor kétlem, hogy nem vinni el őket elég messzire ahhoz, hogy legyen elég bemenni. Akkor morcosak lennének, ha felgyújtanánk a sátrukat. Határozottan. Én nagyon az lennék, ha nekem gyűjtenek fel a sátramat. Mi lehet abban a sátorban? Mert valószínűleg, ha van bent valami térkép, akkor azt elvitték magukkal, de akár még hagyhattak is itt valamit. Nem lehet, hogy van náluk valami, ami nekünk kell? Egy jó kis sátorkifosztásra én vevő vagyok. Ja, amúgy ez tényleg működik. Ahhoz nem szabad felgyűjteni. Jó, viszont most már azt nem tudjuk eljátszani, hogy eltereljük a figyelmüket, mert most már pontosan láttak minket, és tudják, hogy mi vagyunk hárman. Ha valaki nincs ott, akkor az gyanús, ha visszamegyünk, akkor gyanús. Úgyhogy nem maradt más, mint a figyelemeltelés nélkül lopakodás. Feltételezem, ahhoz elég jól helyezkedtek el, hogy így nekifejezetten legyen komolyabb fedezék az őrposztjuk megközelítéséhez. Ezt Gábor tőled kérdezem. Az egyik
fának a tövében van fölverve a sátor. Semmi. Ennyi. Hát akkor sötétnek kell lennie ehhez, hogy ezt megoldjuk. Akkor mi legyen, megvárjuk az éjszakát, belopakodunk éjszaka a sátorba, megpróbáljuk kiszedni azt, amit benne találunk és hasznos lehet. És hogyha elkezdenek kocorogni, akkor levágjuk a torkukat? Mondjuk. Vagy, igen. Jó. Aki tud lopakodni, az úgy megy közel, aki villámgyors, az úgy. Mennyire hangos az egyébként, hogy hővillámlással ugrál? Hangos. Dzsusz. Akkor úgy hangos, nem biztos. Hangos, nagyon fáj, ha beleütközöm valamiben. Rendesen mennydörgés jön. Hallod? És utána megy. Amúgy te hogy állsz az osonással? Így kérdezem Sunnytól. Hogy mit? Te hogy állsz az osonással? Osonással? Ó, kérlek. Oké. Okay. Csak ennyi kérdésem volt. Osonni születtem.